A koronavírus járvány szülte azt a kezdeményezést Dombóváron, melynek keretében a Böcsök család az év végén az egészségügyben dolgozók munkáját köszöni meg élelmiszercsomag adományozásával. Az előző évben a kórház dolgozóinak juttattak el ajándékcsomagot, idén pedig a város polgármesterével, Pintér Szilárddal történt egyeztetés után jutottak arra a döntésre, hogy a dombovári mentőállomás dolgozóinak juttatják el a számos élelmiszert tartalmazó csomagokat. Azt mondanám, hogy ilyen csekék is ajándékkal, de igen, úgy éreztük, én is, meg a családom is, hogy igen, valamilyen szinten meg kell nekik köszönnünk ezt a nagy áldozatos munkát, amit végeztek, értünk, mert mondhatom azt, hogy értünk. És az idejében így beszélgettünk a polgármesterünkkel, és akkor az ő ötlete volt, hogy akkor az idén, igenis akkor most akkor a mentősöket támogassuk, és nagyon-nagyon örültem neki, és nagyon örültem ennek az ötletnek, hogy támogassuk ugyanúgy ezzel, azt mondanám, ezzel a csekély kis ajándékokkal. A Böcsök család a több kiló őrölt és szemes kávét, cukrot, tejszínt, bejglit, szaloncukrot rejtő dobozok mellé azt kívánta a dombovári mentőállomás dolgozóinak, hogy minél kevesebb vonulásra kerüljön sor. Azt vettük észre, hogy az utóbbi időben, mióta van ez a pandémia, nagyon sokan gondolnak ránk, és nagyon jól esik, mert azért elég feszített most a tempó az országos mentőszolgálaton, és nagyon-nagyon sok helyről, vállalatoktól, magánemberektől kapunk felajánlást, ajándékot, amit nagyon jó szívvel veszünk. Összességében a mentőállomáson 31 fő dolgozik, ebbe beleértve gépkocsi vezetőket, ápolókat, mentőtiszteket. Kettő autónk fut 24 órás szolgálatba, egy mentőautó és egy esetkocsi, és azon kívül még két mentőautó van, amik nappal teljesítenek szolgálatot. Tehát összességében 4 autóval dolgozunk nap, mint nap. A Covid-nak köszönhetően elég feszített a tempó, sőt valamikor kicsit túl sok is, de hála Istennek azért el tudjuk látni a feladatot. Igaz, hogy elég sok áldozattal, de meg tudjuk oldani a dolgokat. A mentőállomás dolgozói hálás szívvel fogadták az adományt, és örömmel vették, hogy ezzel is elismerik munkájuk fontosságát.